Titeket is üdvözlöm. Tehát Szabó Imrének hívnak. Keszthelyen informatika tanítok egy gyógypedagógiai intézetbe. Igazából szakos tanárként a számítógépes adatrögzítőknek is tartok órákat, mint gépírás órát is tartok, és hát táborokba találkoztam ezzel a Minecraft-tal, és akkor ott kezdtem foglalkoztatni, hogy hogy is lehetne ebbe programozni, mert ott felmerült, hogy volt egy nyári táborban, ahol programozást tanítottam a diákoknak, és ott Minecraft-tal jó, játszottuk, de mondom, mit lehetne ebbe kihozni, hogy esetleg programozni, és akkor nézegettem utána, és akkor találkoztam ezzel a Minecraft Edu és a Code Connection résszel, ahol ugye össze lehet hozni a kettőt, hogy ne csak játszunk, hanem programozzunk is egy kicsikét. És akkor hát nézzük is meg, hogy hogyan is lehetne ezt összehozni. Ja, ami kell hozzá, a Microsoft-tól kaptunk egy ilyen leírást, hogy hol is, miképp lehet hozzájutni ezt a Minecraft Education-höz és a Code Connection-höz. Erre a weblapra el kellene mennünk, és akkor innét lehet letölteni. De azért vannak itt még bizonyos gondok, nem tudom mennyire látható így. A leírás szerint ugye a Minecrafthoz, hogy tudjunk a Minecraft Education-nel játszani, 10-es operációs rendszer szükséges, abból is a 15-11-es verziószám vagy az fölötti 10-es operációs rendszer kell, és hát kellenek hozzá vagy tanári vagy diák Office 365-ös a belépő e-mail címek vagy azonosítók, vagy pedig az adott intézménynek kellene rendelkeznie Office 365-ös hozzáféréssel, tehát ezekkel tudunk csak bejelentkezni ezekre a Minecraft Education-be. Maga az Office 365 az ingyenesen regisztrálható az o365.gov.hu oldalról. Ott egy e-mail cím és egy talán oktatási azonosítóval felnőtteknek is, vagy hát tanároknak, diákoknak is le lehet tölteni, ahol nincs esetleg meg az Office 365, még nem vezették be az iskolákba. Hogy nézzük meg, ugye erről az oldalról, hogy végvezet a leírás szerint is, ugye tehát kellene egy ilyen azonosító, ugye ezzel be kellene jelentkeznünk, és akkor letölteni. De ez nem mindig sikerül, vagy ugye egy pénzért kínálja föl, igen, hát ez pénzes ez a termék. Ugye át is váltok ide. Ugye nem tudom, talán látszik a megosztásom. Továbbra is. Ha visszanézek ide, akkor így nem jó. Mindjárt egy pillanat, visszakapcsolok. Így jó. Tehát itt a Microsoftnak az oldalán kapunk egy leírást, hogy hogyan tudjuk ezt letölteni. Igazából én a diákjaimmal, akivel már próbálkoztunk ezt használni, a education.microsoft vagy minecraft.net oldalról tudnám javasolni a letöltést. Ez az oldal is oda visz el, amit a Microsoft oldalon találunk. Arra a linkre kattintva itt a fönt, hogy töltsd le próbaverziót, szintén erre az oldalra hoz. Csak erre a Get Start részre, és itt ugye, vagy ha az intézmény nem tudja megvenni, ugye mi is ebben a gondba küzdünk, hogy a saját intézményem nem támogat ilyen szempontból, tehát nem tudjuk megvenni. Úgyhogy én ezt próbálom egyénileg megoldani, hogy csak diákoknak veszek pár licencet, akik részt szeretnének venni, meg tanári licencet is veszek. Mert maga az intézményi licenc vásárlás is még nincs megoldva. Maga a letöltés a supporton belül a download földre kattintva tudjuk letölteni ezt a terméket. Itt felkínálja maga az Education verziót letölteni a Code Connection-t, és hát ugye kapunk még egy Classroom terméket is, amivel akár meg tudjuk nézni majd, hogy adott diák merre kóvályog a pályánkon. Miután ezt igazából letöltögettük, ez egy
zip file lesz, ezt ki kell csomagolnunk, és ebbe találunk egy tömörített, vagy hát ki van csomagot, találunk egy futtatható állományt, amit rendszergazdai joggal kell elindítani. Pillanat, talán azt. Tehát maga az állomány, hogy így nézne ki. Talán azt így látjátok, jól látjátok. Tehát ez az Install Minecraft Education battal kellene elindítani rendszergazdai jogokkal, tehát jobb gomb rajta, és akkor futtatás rendszergazdai jogokkal. Ilyenkor ezt elkezdik föltelepíteni. Ha ez megtörtént, feltelepült, akkor miután a Code Connection-t is letöltöttük, akkor őneki a telepítő anyaga, hát egy MSI telepítő anyag, fel kell őt is telepíteni. Indítás után, de lehet, hogy erről itt diába folytatnám, ugye van egy valaki által készített kis videó, aminek bemutatnám azért ott, hogy az indítás után kirakom nagyba. Jó, látszódik. Ugye, miután letöltöttük a terméket, és telepítjük, nekem most már el van indítva, azért nem akarom még egyszer. A videón szeretném bemutatni nektek. Talán belepörgetek. Telepítés. A telepítésnek a lényege, ez itt van. Tehát el kell indítanunk a Minecraft Education-t, és a Code Connection részt is el kell indítani, és a kettőt össze kell kapcsolnunk. A kettőnek az összekapcsolása az úgy történik, hogy a Minecraft Education-be mindenképp, tehát azzal a vagy a intézményi azonosítónkkal tudunk belépni, vagy pedig ezzel az egyéni Office 365-ös termékkel, aminek a sulit.hu végű azonosítóval tudunk bejelentkezni. Miután ez megtörtént, Code Connection megpróbálja összekapcsolni, ott kirak nekünk egy connect parancsot, egy adott IP címen össze fog ezt kötni. Ezt a parancsot ezt ki kell másolnunk a Code Connection-be, és a Minecraft játékhoz a chat ablakba a T gomb lenyomásával össze kell kapcsolnunk a Code Connection. Tehát innét kimásoljuk a kódot. Ezt a kapcsolatot a T gomb lenyomásával, hogy a chat fül előjön, és akkor ilyenkor ezt a kimásolt kapcsolatot, ezt a connectönt össze kell kapcsolni, és akkor innéttől vissza is váltanék, tehát innéttől akkor már élőben mutogatnám, tehát nem ilyen videóval. Ugye innét akkor átváltanánk a Minecraft, tehát ugye vagyunk a Minecraftba, másik ablakba pedig a Code Connection. Háromféle programozási lehetőséget adott a Microsoft hozzá. A MakeCode az a saját fejlesztése, a Scratch X felületen tudjuk még programozni a Minecraft Education-t, és a Tinker, ez hasonló, mint a Scratch-hez, ezen a felületen is nagyon jól lehet programozni. Most én a Tinker felülről közelíteném meg. Scratch, tehát megnézzük, az annyira nem lett fejlesztve, szerintem még majd talán javítanak rajta, ott nem sok mindent tudunk vele csinálni, de lehet ott is azért dolgokat megcsinálni, elkövetni. Szerintem a legjobb majdnem talán a Tinker. A MakeCode sokat változott itt a múlt héten, ezelőtt ő is egy ilyen kis fapados volt, de mindjárt megnézzük. A Tinker kattintva, most megpróbál összekapcsolni minket ezzel a felülettel. Ugye itt lehetőség van, akár Microsoftos szintén fiókkal bejelentkeznünk. Ezt azért érdemes esetleg meg elkövetni, mert ha a későbbek folyamán de dolgozunk itt ebbe, akkor az adott elkészült projekteket ide le tudjuk menteni, fel tudjuk használni későbbiek folyamán. Maga
Pinker felülete, tehát kapunk egy ilyen tutoriált, egy projektfelületet és egy ügynök felületet, hogy megnézzük, hogy ki az az ügynök. Abban a pillanatban, hogy én össze vagyok kapcsolódva, most az ügynököm valahol elhagytam, de majd megmutatom. Össze vagyunk kapcsolódva Pinker segítségével, akkor nézzük is meg itt a projekt főre rákat, hogy mit is tudunk itt elkövetni a Minecraft-ba. Tehát hasonló felület, mint aki már nem tudom, találkoztatok mennyire a Scratch-el, tehát hasonló felület, különböző események, különböző menüpontok alá be vannak szorítva, ezek közül az események közül, vagy változóktól elkezdve funkciók, tehát vagy ugye itt lesz majd az ügynökünk, tudjuk majd választani azt, hogy mire lesz szükségünk a programunk programozáshoz. A programozás része, ugye ahhoz, hogy majd a programunk elinduljon, itt a jobb alsó sarokban van egy play gombunk. A play gomb segítségével tudjuk majd mindig elindítani a programot. Ilyenkor majd, ha visszaváltunk az education része, akkor ott attól függően, hogy mit programoztunk le, ugye meg jobbik esetben létrejön, mert találkoztam olyan, hogy nem mindent akar mindig létrehozni, de akkor erőszakoskodni kell vele, és akkor előbb-utóbb elvégzi, amit mi szerettünk volna programba végrehajtani. Az első ilyen egyszerű dolgot, amit mutatnék, hogy mivel is lehet kezdeni egy programot. Tehát ugye lehet kezdeni egy programot azzal, hogy ugye a start gombra elindításával egyből betöltődik a kódunk, és onnantól kezdve a kód fut addig, amíg mi játszunk a Minecraft Education-nel, tehát onnantól fut. Lehet olyan lehetőséget is mondani, hogy azt mondjuk neki, hogy akkor történjen valami, hogyha valamilyen billentyűt lenyomunk. Ugye ez a felület, ez a vent történjen valami akkor, amikor lenyomunk valamit, ez a Scratch-be is jól tudtam, hogy benne van, tehát szinte onnét van. Aztán történhetnek itt még különböző képpen is események, hogy például történhet olyankor is esemény, amikor úgy kezdődik egy ilyen dolog, hogy fölül téglalap van, tehát egy téglalap zárás van, tehát nem tudunk hozzá újabb más fölülről részt csatlakoztatni, tehát azokkal kezdődhet mindig egy programutasítás. Azokkal a típusú kódrészekkel vagy blokkokkal tudunk kezdeni egy programot. Tehát például, hogy meghal egy játékos, akkor történjen valami, ugye ezt fel tudjuk használni. Itt most mi elsőként megnéznénk, hogy sétáltatni fogom a játékosomat, és a minden lépés után lerak valamilyen tárgyat, ez lehet akár egy fablokk, vagy akár egy növény, tehát bármit igazából a tárból kivehetünk, hogy mi történjen. Ehhez ugye le kell raknunk egy ilyen utasítást, hogy amikor a játékosunk mászkálgat, akkor ennek a típusát fogjuk lekérdezni, hogy ez milyen, hogyan mászkálgat. Ehhez kellene nekünk megvizsgálni, meg kellene vizsgálni, hogy ez hogyan is történik. Kontrollból kivesszük a ha mi történik, és azt mondjuk neki, hogy ha a játékosunknak az utazása vagy mászkálása az egyenlő egy sétával, akkor helyezzen el adott koordinátákra blokkokat mondjuk. Úgy tudjuk megvizsgálni, hogy kell hozzá nekünk egy operátor, amivel ugye meg tudjuk vizsgálni, hogy ez a típus, ez az adott típus, ez egyenlője a sétával. Ezt az operation fülön belül tudjuk megtalálni ezt a boolean, tehát eldöntendő típust, hogy most ez igaz vagy hamis. Ezt egyszerűen ide bele tudjuk húzni ebbe az if-ágnak a részébe,
és innét kivesszük a típusát, hogy ezt a típust fogjuk vizsgálni. Tehát ha a mászkálásunk sét típusa, beírjuk azt, hogy séta, persze angolul. Tehát ha sétálunk, akkor a blokkok közül kikeressük azt, hogy ki fogunk helyezni, azt mondja, itt is van. Tehát, hogy le fogunk tudni helyezni egy blokkot, ugye most itt meg tudjuk változtatni, hogy milyen blokkot szeretnénk, vagy milyen tárgyat szeretnénk lerakni. Ugye most azt próbálok egy piros rózsát választani. Megadhatjuk a koordinátákat. Ha a 0, 0, 0 pozíciót adjuk meg, akkor ez mindig a nyomunkban lesz. Ugye a középső koordináta az a függőleges irányt tárolja be, a másik kettő meg az X és az Y, tehát koordinátát. És akkor nézzük, hogy sikerült-e jól megoldanunk a programot. Maga a play gomb elindítva, ha visszamegyünk a Minecraftunkba, akkor elkezdek menni, és akkor szépen látszik, hogy amerre megyek, lerakja a rózsákat vagy a virágokat a figura után. Ugye ezt ki lehet használni, akár kicserélem azt, hogy ez egy nem tudom milyen reston legyen. Ilyenkor, ha módosítunk a kódon, érdemes megállítani és újra indítani, mert nem mindig hajtódik végre az a csere, amit ott módosítottunk rajta, és hogyha tovább megyek, akkor ugye szépen látszik, hogy ugye rakja le ezeket a blokkokat mögötten. Tehát hatékonyabb lehet mondjuk egy építkezés, mint hogyha kiválasztom a töltyfedeszkát, és akkor itt elkezdek kattingatni, hogy hova rakja le, hanem amerre én megyek, arra rakja le ezeket a blokkokat. Tehát kódból tudom irányítani azt, hogy mit rakjon le. Tár adott, tehát ezek, amit ott a tárban megtalálunk, azokat a blokkokat tudjuk lerakni. Hát ilyen egyszerűen lehetne azt megvizsgálni, hogy a séta közben az adott játékosunk mit csináljon. Tehát itt bármit igazából kitaláltunk rá. Itt most azt mutattam be, hogy akkor egy valami blokkot rakjon le. Lehet olyan lehetőséget is rakni, hogyha például a játékos elhelyez egy blokkot, tehát az események között kiveszünk, hogy elhelyez egy blokkot, akkor szeretném erről tájékoztatni, tehát egy üzenet jelenjen meg egy üzenet. Ezt megint azt mondja, küldjünk neki egy üzenetet, tehát a say message kiválasztva tudunk üzenetet küldeni. Ugye belekattintva itt az üzenet szövegét meg tudjuk változtatni, hogy például, hogy leírjuk, hogy milyen blokkot rakott le, tehát ki fogjuk írni, hogy adott blokkot te most leraktad, tehát beírom, hogy still egy adok szó közt, és felhasználom itt is, hogy ez egy típusos üzenet, tehát innét kivesszük az üzenetet föl, és beillesztjük ha sikerül, oda nem jó helyre, illesztettem be, ide akarná a következő üzenet, mert több üzenetet is, na nem tudom beilleszteni, csak sikerült. Tehát üzeneteket, több üzenetet is meg tudunk jeleníteni, plusz el tudjuk növelni az üzenetek számát, tehát hogy több üzenet jelenje meg egymás után, és itt meg beleírom, hogy mondjuk a villá gomba mondjuk. És akkor megint lezárom a blokkot, mondjuk lezárhattam volna előbb is, és újra elindítom a programot, ha visszaváltok a Minecraftba, ugye most a sétára nem írja ki, de hogyha lerakok egy blokkot, akkor megjelenik a szövegünk, hogy elhelyeztél egy planks-et a világba, tehát egy deszkát, tehát ezt így föl tudjuk használni, hogy akár üzeneteket küldjünk az adott eseményhez
diáknak. Hát ugye valamit végezett, itt jelen esetben elhelyezett, akkor kapjon egy üzenetet erről. Tehát lehetőség van ilyenre is a programba, de akár azt is lehet, hogy ha kap egy üzenetet, akkor ha van, azt mondja, tehát kell lennienik is, hogy ha kapott üzenetet, tehát chaten keresztül, tehát hogyha chaten kapott az adott, valamilyen üzenetet kapott a játékos, akkor arra valami történjen. Tehát kezdhetjük így is akár a programunkat, hogyha valamilyen üzenetet kapott, az üzenetet beírjuk, az üzenet megérkezik, akkor történjen valamilyen esemény meg. És akkor ez az üzenetre nézzük azt, hogy például, hogyha beírom azt az üzenetnek, hogy TNT, akkor építsen nekem egy ilyen TNT-ből egy ilyen négyszöget. Ezt láttam nagy előszeretettel a diákoknál, hogy ilyen szeretnek robbogatni. Ilyen hatalmas nagy mezőket leraknak TNT-ből, és akkor felrobbantják, és az milyen jól néz ki. Ugye ezt is nem kell azzal törődni, hogy most ott akkor halom TNT-t egymásra rakjuk, hanem akkor például egy egyszerű üzenettel a játékostól bizonyos távolságra lerakódik ez a TNT-ből készült nagy blokk. Ezt úgy tudjuk létrehozni, hogy ha ide rakom, tehát az üzenetbe kapjuk, a chat üzenetbe megkapjuk azt, megél meg fogjuk vizsgálni, hogy mit kapunk meg, tehát nem mindegy, hogy mit. Az üzenetből, hogyha azt fogjuk megkapni, hogy TNT, megint az egyenlőségére megvizsgáljuk, hogy tényleg az az üzenet jött. Tehát az üzenet típusát megnézzük, hogy az üzenet az számít az, hogy kis és nagybetűvel írunk itt mellé üzenetet, tehát nem mindegy, hogy nem tudja, vagy megkülönböztetje a kis és nagybetűt. Tehát az üzenetünk majd az lesz, hogy TNT, akkor építenünk kellene egy ilyen TNT nagy blokkot, az pedig ezzel a fill el tudjuk megépíteni, ki tudjuk választani, hogy miből épüljön ez a blokk, vagy ez a nagy tömbünk. Most akkor már azt írtuk, hogy TNT, akkor megkeresem a TNT-t. Itt is van. És ott ugye meg kell adni a koordinátákat, hogy akkor hova épüljön, és akkor mekkora legyen. Tehát itt most az 1-től 1-es pozíció, tehát a föld színére kezdődjön, és akkor mondjuk egy 4x4-es egy ilyen TNT blokkot fogok építeni. És akkor, ha visszamegyek a játékba, akkor ugye beírom a chat üzenő részbe, hogy TNT, akkor ide szépen mellém el is készült a TNT kis blokkunk. Tehát ennyire egyszerűen létrehoztunk egy 4x4x4-es nagy TNT blokkot. Nem kellett sokat építkezni, hanem pár sor megírásával építkezhetünk. Hát egyszerű üzenet felhasználásával. A továbbítva, felbuzdulva itt a robbangatás mellett, az egyik, amit még bemutatnék itt a robbantásra, hogy taposó aknát építenénk, elrejtve. Ezt is nagyon egyszerűen, gyorsan nem kell elkészítenünk, hanem programból írnánk meg. Na most ez a része kezdődne azzal, hogy előbb néztük az elején, hogy ha lenyomok egy bizonyos gombot, akkor az arra történjen.
megpróbálom, megmondom, eddig nekem valamikor működött ez a gomnyomás, valamikor nem, és akkor másképp indítottam el. Nem mindig jött össze, hogy gomnyomásra elindul a... Hát talán az óbetűre aztán nincs semmi, tehát amit az óbetűt le fogom nyomni a programba, akkor történjen egy ilyen taposakna elhelyezése. Maga az elhelyezéshez Tinkernek van egy saját építő ügynöke, mert a programunkban is van egy ügynök, majd ezt mindjárt megpróbálom majd oda hívni hozzám, de a Tinkernek is van egy ilyen saját építő ügynöke. Őt fogjuk ezt segítségül hívni, hogy építsen nekünk egy ilyen taposó aknát. Azt mondja a Move Tinker, tehát oda fogjuk hívni majd ezt a Tinker voltot a play játékosunkhoz, és tőle egy távolságra előre fogja majd elhelyezni a tapos aknát, hogy mégsem hiányunk rajta. Maga, hogy merre mozogjon, ki tudjuk válogatni, hogy előre, hátra, fölfelé, lefelé, jobbra, balra, fölle tudjon mozogni, hány blokkal mozduljon el, át tudjuk írni. Ugye egy lépéssel előre, vagy egy blokkal előre, és akkor ugye föld alá kellene ezt helyeznünk, ezt a tapos aknát, úgyhogy most lefelé lemegyünk kettő blokkot, és ide el fogunk helyezni egy TNT blokkot. Azt mondja. Azt az utilibe találjuk, hogy place block. És hát akkor maradjunk a TNT-nél. Tehát le fog rakni két blokk mélyre egy TNT-t. Ez fölé viszont rakunk egy homokot, hogy ne látszódjon, hogy az TNT van. Tehát egyel fölfelé, egy blokkal a TNT fölött le fogunk rakni egy homokblokkot. Ide, hogy beférjen a homokblokk. Az valahol följebb lesz. Itt is van. Tehát lerakunk egy homoblokkot, és akkor erre már csak a taposó aknának az indítója kellene. Azt mondja, lerakunk egyel följebb. Tehát egyel följebb. Pedig berakjuk, visszamegyek, rész, okkot. Ezt egy fa taposó kapcsolót fogok beilleszteni ide. Ez is ez az. Maga a Minecrafthoz annyira nem értek, megmondom. Tehát még most nézegettem, én nagyon sok mindent tanulgattam itt videókból, hogy mit, hogyan lehet ebbe elkészíteni. Úgyhogy biztos, hogy még majd a diákoktól sokat fogok tanulni. Maga a programozás része tetszett meg nekem nagyon. És ha minden jól ment, akkor sikerült elhelyeznünk. És hát az O lenyomásával, hogyha lenyomnám az O betűt, igen, és akkor hát ez nem mindig jön össze. Hát itt én nyomkodom bőszen az O betűt, de nem jön. Ilyenkor szoktam azt alkalmazni, hogyha ezen a blokkon duplán kattintunk, akkor így beleerőszakoljuk a programot a Minecraftunkba, és oda mellénk ugye le is rakta elénk. Próbálok nem rálépni, de lehet, hogy kikapcsolom én ezt az utasítást, ezt itt szétszedem, hogy ne rakkon már nekünk itt mindig le egy-egy ilyen téglát. Ugye hát most ha erre rálépek, akkor ugye most lesz nagy dur. Tehát működött a taposóakna lehelyezése. Hát ezzel a pár kód megírásával ez a billentyű, ez nem mindig jön össze. Azért is nem próbálgattam többször, mert
Maga a Minecraft Education jelenleg csak demo módban, vagy hát korlátozott számmal tudjuk elindítani. Amikor én még letöltöttem, akkor ez 45 darab volt egy oktatónak és 10 a diáknak. És most jelenleg ott tartok én is, hogy most még azt tegnap beírta, hogy kiírta nekem, hogy már csak kétszer indítatom el, úgyhogy nem mertem nagyon sokszor próbálkozni, kivel kapcsolgatni, hogy a mai napra még nehogy letiltson az Education használatát letiltja a Microsoft a próbaverziót, és ha ugyanezzel a névvel, vagy nem tudom, mivel lehetne visszapróbálkozni. Ezért nem próbálgattam ezt nagyon. Azra rájöttem, hogy ha nagyon erőszakosan, tehát duplán kattintunk az adott blokkon, akkor szépen elhelyezi ezt, vagy végrehajtja azt az adott kódrészletet a Minecraft. Aztán... Igen. Nem tudom, hogy valami volt nálam, amit visszajelzett, egy üzenetet alá jött. Igen, nem tudom, kardos. Jó, akkor majd ezt később válaszolom meg. Tehát kapos aknát elkészítettük. Következő, amit megmutatnék, ilyen jópofa dolog, egy teleportot építenénk. Tehát ha egy valós pozíciót kijelölünk, hogy oda szeretnénk visszamenni mindig, ugye ez jól jön néha, amikor elkováljunk a házunktól, és nehezen találunk vissza, mennyire egyszerű benne, hogyha valamit csinálnánk, akkor mindig visszamennénk, vissza tudnánk egyből jutni, teleportálni a házunkhoz. Akkor nekiálltam én is játszani ezzel, gondot okozott, hogy merre is vagyok, hogyan is találok haza az éjszaka előtt, vagy az éjszaka. Hogy szerintem ez is egy ilyen hasznos dolog lehet, hogy egy teleportot építsünk. Szintén a teleporthoz azt mondja, azzal kezdenénk, hogy ha elhelyezünk egy ilyen, hát én az a gond, hogy ezzel gondba vagyok, mitnek nevezi ez, jeladó. Tehát most igazából bármit kijelölhetünk a teleport pozíciónak, mert azt mondjuk, hogy ezt a jeladót fogom majd én teleport pozíciónak megadni, és mindig ide fogok visszajönni. Tehát megkeresem ezt a jeladót, hogy akkor valami olyan látványos dologhoz menjünk vissza, ne egy egyszerű téglához. Ah, jó lesz nekünk egy üvegtégla is. Tehát igazából mindegy, hogy mihez, de valamihez kössük a teleportunkat. Szintén kell hozzá az ügynök, ez az ügynökünk. Azt mondja... Kell hozzá az ügynökünk, tehát ez a Tinkernek ez a segédügynöke, és le fogjuk menteni az ő pozícióját, pedig Save Tinker kellene nekem, itt lesz alul, hát le fogjuk menteni ezt a pozíciót, hogy ő hol van. A pozíciót úgy tudjuk lementeni, hogy adunk egy nevet neki, tehát lementjük akár annak is, hogy teleport, és akkor mindig ehhez a teleporthoz fogunk visszateleportálódni. Port. Tehát egyszer létrehoztuk azt, hogy ehhez a blokkhoz fogunk mindig visszajutni. Hogyha valamit csinálunk, ugye mit fogunk csinálni? Például, ha eldobunk egy valamilyen tárgyat, mondjuk kiválasztjuk, viszünk magunkkal egy fákját, és a fákját eldobjuk, a Q gomb hatására akkor oda teleportáljon minket vissza a kiinduló pontunkhoz. Kikeresem, hogy melyik részből is úgy kéne kezdődnie, hogy amikor eldobjuk a when items drop, ez lesz. Tehát, hogyha eldobom mondjuk az almát, de ugye az alma helyett én most akkor valami mást dobjak el,
Na megnézem, mi van az ügynökömnél. Hát, jó lesz ez a taposó lapot, ha eldobom. Legalább tudom, mi ő. Mert sokszor gondba vagyok azzal, hogy ezeket a tárgyakat még nem ismerem fel. Na, most se ismertem meg. Merre volt? Igazából bármi lehetne. Na, hol tűnt el? Most meg nem találom meg. Akkor lehet, hogy maradok az almánál, és akkor adok az ügynöknek. Valahol találok almát. Na, az alma is. Ügynöknek hol vannak az almák? Itt lesz az alma. Azt ide lerakom. Hogy tudjak eldobni almát a kódomba. Tehát, hogyha eldobjuk az almát, akkor történjen meg ez a teleport. Tehát azt pedig azt mondjuk, hogy a visszamegyünk, ugye lementettük a pozíciót a gótot Jure, bocsánat, utasítással, az tehát egyik helyen visszaugrunk elírtad a teleportot, a ez gondolom teleport baj lesz. pozícióhoz. Teleport, jól írtam. Az egerem elszabadult. Tehát a teleport pozícióhoz vissza tudunk így ezáltal ugrani. És akkor, hát ugye, hogy kiugorjon vissza, azt pedig meg kell adnunk. Igen? Elétele. De igen, jó, köszönöm. Igen, köszönöm a teleport, igen, így már jó lesz, köszi. Tehát teleport, és akkor keresem az utasítást, amivel pedig a teleportot visszatudjuk. Jól emlékszem. Itt a teleport, ez lesz az. A teleport, és hát ugye megadhatjuk, hogy a közelünkben lévő, vagy véletlen játékos, minden játékos, vagy az összes élőlény, tehát teleportáljon oda az adott pozícióba vissza. És ha minden jól megy, akkor visszamegyünk a kódba, akkor lerakom ezt a tárgyat, és most én innét elmegyek, és az almát eldobom, akkor hát, ahol az ügynököm át, hogy oda visszateleportálta pont a TNT a tapos aknára, de visszateleportált engemet. Tehát működött a kód. Tehát ebbe a pozícióba most, ahol kódot megírtuk, ahol lát a játékosom, oda visszateleportált. Tehát ha megint eldobok az almát, akkor abba a pozícióba ugye visszateleportált. Tehát ezzel könnyen hazajuthatunk a szállásunkra, a lakásunkba. Nem kell bajlódunk, hogy most ha melyik erdőn vagy vízen keresztül jutunk haza, vagy hegyet megvázva. És akkor találunk még, van a Minecraftnak egy saját ügynöke, ezt az ügynököt mindjárt idehívom mellénk, azt mondja, kicsikét a felületet itt följebb mozgatom, hogy tiszta lappal induljunk. Ugye most jelen körülnézünk, hogy itt nincs itt senki mellettünk, de ezt az ügynököt ezt ide teleportáltatom, és akkor itt van a kis ügynököm, akit szintén munkára tudok fogni, tudok vele dolgoztatni, én nézem a távolból, ő meg végzi helyette a munkát, ezt dolgoztassuk is akkor meg ezt a kis ügynököt. Az ügynököt külön kategóriá, vagy fült kapott, ahol az ügynökkel kapcsolatos utasításokat tudok végrehajtani, hogy ő mit csináljon. Amit most kitaláltam az ügynöknek, hogy kertet fog nekünk készíteni,
és akkor nekünk ott a teraszról mondjuk nézegethetjük, hogy az ügynökünk felássa, elülteti a kertet. Ugye az elején nem értettem, hogy miért kell az ügynöknek ott egy vizes árokat húznia, de aztán utána megnéztem, hogy igen, úgy lehet művelni kertet, hogy kell egy vizes árok is, szorosan az ágyás mellé. Úgyhogy ezt mutatnám be itt az ügynöknek a munkálatát, hogy akkor hogyan tudnánk egy ügynökkel ennyi munkát végezni. Ugye, ami kellene hozzá, ugye elég sokszor előre kell lépni. Tehát azt, hogy az ügynökünket tudom léptetni, hát azt mondom neki, hogy ő menjen, hát egy kicsikét ezt kicsikét azt mondom, hogy ablakos módba átrakom. Így, mind a kettő látszódjon valamennyire, és visszaváltok ide. Tehát az ügynököm menjen előre, ugye akkor duplán kattintok, így szépen tudom az ügynökömet irányítani. Hogy ezt ne kelljen 20-szor leírogatnom, vagy 20-szor idehúznom ezt a blokkot, hogy előre menjen. Ugye ezért vannak ilyen vezérlők, hogy ismétlős, ilyen ciklusok, mivel akár forever-t, hogy mindig csinálja, vagy megmondhatom bizonyos szám, darab számig ismételjen egy utasítást. Ugye most ezt fogom felhasználni, hogy mondjuk menjen majd 11 lépést előre, de nem úgy csak akárhogyan előre, hanem művelje meg a földet, és közben az ügynöknek, akkor visszaváltok ide, még kifelejtettem, hogy át kellene adnunk, hát lehet visszaálltok nagyba, hogy lássam, át kellene azokat a dolgokat adni az ő eszköztárába vagy ő zsebeibe, amit el szeretnék ültetni. Hát először is akkor inkább magamnak kellene olyan növényeket keresni, de amit el lehet ültetni. Na, növények hol találhatóak? Mégis csak itt lesz a növények. Vetőmag, de valahol volt répa is. De vetőmagot is el tudom ültetni. Mert akkor ugyanezt visszadobom. Vetőmag. Vetőmag az mindenképp kell, és hát kell még víz is, amit majd át kell adnom, tehát egy vödör, amivel majd a vizet fogja az ügynök, az pedig a vizes vödör. Azt is leveszem magamnak. Akkor ezt majd odaadom az ügynöknek, hogy ebből tud ő majd dolgozni. Meg kell mondani majd a programba neki, hogy melyik pozícióból, a bal felső sarok az egyes pozíció, és akkor ennek megfelelően mennek a pozíciók, hogy az egyes pozícióból most ki fogja venni a vetőmagot, a hármas pozíció pedig a vizes vödör lesz, majd ezt mindjárt megmutatom. Csak ezt még az elején, hogy nem maradjon, hogy miért nem dolgozik az ügynököm. Ezt így bemutattam, kicsikét visszább jövök, hogy majd messzebb legyen, és akkor vissza a kódunkhoz. Tehát az ügynökünk előre megy, és akkor ugye mit történjen, helyezzen el a megadott pozícióból, tehát most az egyes slotból, az egyes pozícióból, oda, hogy beraktunk neki vetőmagot, tehát az egyes pozícióból vetőmagot fog elszórni, és ezt így szépen 11-szer végighajtatjuk vele, tehát hogy megkapál, ja, elveti, és akkor lép egyet. Ezt ugye 11 lépésbe fogja, itt fogja 11 lépéssel fogja megismételni. Ezt is köthetnénk valamilyen kezdéshez, most csak simán, de akkor megmutatom ezt is vissza ablakos módba. Megint visszaváltok. Azt mondja, ott az ügynököm. És hogyha duplán ugye elindítom, akkor itt szépen az ügynök nekiáll, ugye 11 alkalommal előre megy, megműveli a földet, és elvetette a vetőmagot, és lépett egyet, 11-szer megismételte.
Ugye most jönne az a művelet, hogy meg kellene fordulni, és melléje egy vizes árkot elhelyeznie. Yes, fogjuk akkor most megírni hozzá. Ugye el kellene fordulnunk. Következő utasítás, hogy elfordulunk valamilyen irányba, ez most mindegy melyik oldalra, és akkor jövünk. Nem a ciklusba, rossz, így kívülre. Elfordulunk, és akkor jövünk egyet, és akkor még egyet fordulunk, mert így lesz meg a visszafelé jövünk. Majd, ugye ki kellene a vizes ároknak, ki kellene vennünk onnéd a földet a helyére, és akkor úgy jön helyére a víz. Tehát le kellene bontanunk az utat előtte, és az előtte, tehát egy szinte lejjebb, tehát lebontjuk, majd el kell helyeznünk a hármas szlotba tettem be, jól emlékszem a vödröt, de mindjárt ellenőrzöm. Azt mondja, hol van a kis ügynököm. Igen, a hármasban van bent. Messze megyek, hogy jól dolgozzom. Nem tudjuk nézni, jó. Tehát hármas slotba pedig ő ki fogja rakni majd a vizet az első fordulón, és akkor ezt az utasítást, ezt a részt ugye visszafelé jöjjön. Tehát ezt újból behúzzunk egy repeatert, amit már csak, mert egy utasítást már itt végrehajtottunk ebbe a műveletbe, tehát elfordultunk és egy blokkot kivágtunk és kiöntöttük a vizet, és akkor ezt az öntés folyamatot fogjuk most vissza az ágyas mellett megismételni már csak 10 lépésbe, tehát akkor újból az ügynök menjen előre, aztán romboljon egy szinten lejjebb. Tehát, és helyezze el nekünk minden alkalommal a hármas pozícióból a vizet. Ha ezt megint megnézzük, akkor na, hát, hogy az ügynökünket csinálunk egy másik ágyást, és az ügynököt ide teleportáltatom magamhoz. Ezzel itt is van mellettem, és akkor most elindítom a ciklust, és akkor szépen tudjuk itt követni, hogy milyen szépen dolgozik. Hoppá, valamit elrontottam, valahol nem állítottam be, hogy a blokkot. Destroy now. Na, hol lesz a hibám? Hogy túlment. Azt mondja. Lementünk forward. Na, valami nem jó a kódomba. Itt pedig már megcsináltam. És ott működött. De itt túlöntöttem a vizet. Na, akkor annyit kiveszek most ezt a vízöntést belőle, és akkor még egyszer. Már összejön ez az utasítás. Az ügynököt mellém hívom, és akkor elindul az ügynök. És pedig kiszedi a blokkot, és de mégis, na akkor hol írtam el a kódot? Már ide bele kellene rakni a vizet. Ja, szerintem a víznek is alulra kellene lennie, tehát dánra kellene szerintem rakni a vizet, és akkor lesz a jó. Na akkor egy másik területet keresünk. Szintén megműveljük a területet, és akkor
Elindítom a kódot. Így igaz. Tehát azon a szinten voltam, hogy nem előre kellett volna vizet önteni, hanem lefelé, és akkor így kap a veteményesünk vizet, és akkor szépen fejlődik. Tehát így lehetne például a kertünkből nézve, vagy az erkélyről nézve, vagy az ügynök a kertbe, vagy egy saját kertészünk dolgozik a kertünkbe. Aztán még sokfélét lehetne itt mutogatni a Tinkerbe, de átlépek a másik, azt nézem, nagyon elment az idő, hogy akkor azokról is beszélgessek. Tehát maga, ha a programunk elkészült, tehát ezek a projektek elkészültek, lehetőség van lementeni, szévre le tudjuk menteni, későbbiek folyamán ezt fel tudjuk használni. Ha az elején a Tinkerbot bejelentkeztünk egy Microsoftos fiókba, és kilépek a Tinkerből, és akkor rá tudok gyorsan a Scratch felületre. Scratch, ez a ScratchX oldalt használja. Ez jó. Na, meg, na, lejjebb megyek, akkor eltűnik. Nagyon jó. Akkor ez az, csak összejön. Tehát a megszokott, jó bevált Scratch öletre kerülünk át. Itt a bizonyos funkciók, mint mozgás, és ott nem érjük el, mert ezt a továbbiak fülről tudjuk vezérelni az Edu-ban lévő ügynökünket. Itt jóformán csak az ügynököt tudjuk mozgatni. Ezt is, hogy megnézzük, átrakom ablakos módba, visszamegyek. Tehát itt nincs akkor a tárház, ugye az elején is már említettem a Scratchix-en, mind a Tinkeren vagy a még kódon kisebb ilyen lehetőségek vannak. Tehát itt is ugye az működik, hogy az adott utasítást, hát kisebben nem tudom, akkor visszanagyítom. Tehát mondjuk a teleporttal, tehát oda tudom hívni meg én a duplán kattintva az ügynököt mellém. Ha, na, továbbiak vissza. Tehát ugyanúgy tudok vele balra, jobbra fordulni, tudok ugyanúgy elhelyezni tárgyakat, vagy ahogy előbb megműveltük a földet, tehát tudom művelni a földet. Tehát itt is ilyen eseményekre, ismétlésekre be tudom rakni, hogy ezt az adott utasítást ismételje, és akkor ugyanúgy, hogy azt mondja a mozgás, nem a mozgást, azt innét kell kivennem, hogy move forward, tehát hogy menjen elő, hogy művelj meg a földet, egyet, és akkor menjen előre, ez 10 lépést is csinálja, hogy most gyorsan rákattintok és visszamegyek, akkor szépen dolgozik is az ügynököm, de kevesebb utasítás készletet kapok. Kapunk itt is bőven, de nem akkora mennyiségűt, mint a Tinkerem. Igazából én ezt annyira, ez a felület annyira nem jött most be nekem. Scratches felület, ez még fejlesztésre szorulna szerintem, vagy még biztos fejlesztik, hanem amivel még gyorsan, azért még megmutatnám, ez a még kód dolgot mutatnám be. Ezen is nemrég átesett egy fejlesztésem, mert eddig ez nem így nézett ki, tehát nem egy ilyen felület jelentkezett be, hanem a kód részbe jutottunk be. Itt is találunk már előre legyártott elemeket, majd ezt megnézzük, ezt a chicken esőt, a csirkesőt, hogy hogyan lehet nagyon egyszerűen jópofa üzenetre beírjuk, hogy mondjuk csirke, és akkor lehullik az égből 100 darab csirke. Tehát kapunk ilyen tutoriálokat, példákat, de még videókat is most már összegyűjtötték. Nem kell a YouTube csatornákon keresgélnünk, hanem ide össze vannak gyűjtve a különböző ilyen építési módok. Amit itt még bemutatnék, az a házépítés. Nek az egyszerű dolga, hogy hogyan is ki lehetne egy nagyon látványosan, egy nagyon, hát ilyen kicsit hosszabb parancs vagy kódrész, de lehet egy házat azzal az utasítással, hogy a chatfülbe beírjuk, hogy ház, akkor elkezdi nekünk nagyon szépen megépíteni. De először, akkor ezt talán azt kezdem, akkor megnézzük azt a csirkeesőt.
Itt is olyan típusú utasításokkal tudjuk kezdeni, aminek a teteje zárt, tehát nem tudjuk kapcsolni máshoz. Általában itt találunk majdnem elég sok, tehát a player mondja, mondjuk itt az adott chatfelületet bekapcsoljuk, és akkor mondja, hogy ugorjon, akkor mi történjen arra. Tudjuk kezdeni itt, vagy a player sétál, a játékos, tehát sétál, és akkor történjen valami. Vagy itt a blokkot, hogyha elhelyezünk valamilyen blokkot, akkor történjen valami. Tehát ezeket az eseményeket tudjuk megvizsgálni a programba. Ugye itt most azt szeretnénk, hogy azt beírjuk, hogy csirke. Akkor nekünk itt az égből hulljon le egy halom csirke, azt a élőlények közül ugye ki kell választanunk a csirkét, és akkor ugye meg kell adnunk, hogy melyik pozícióba. Ugye a középső pozíció az mindig a felfelé pozíció, hát most adok neki akkor mondjuk egy 40-es magasságból, hulljanak le csirkék. Ugye egy utasítást adtam be, ilyenkor csak egy darab csirke fog lehullani, hogy itt is azt szeretném, hogy ez többször ismétlődjön meg, akkor valamilyen ismétlést ki kell vennem néd a ciklusokból, és azt mondom, hogy ez ismételje meg ezt négyszer, ezt az utasítást nekem, vagy hát ne négyszer, mert akkor az nem olyan sok csirke, hanem tényleg egy 100 darab csirke, akkor chat utasítást ez létre is jön. Lehetőség van itt ugye elindítani programot, tesztelés szempontjából még arra is gondoltak, hogy itt egy ilyen csiga lépcsőbe, tehát lépésenként végig tudjuk nézetni a programot esetleg, hogy miért nem működik, rájövünk arra a hibára, tehát hibajavítás, hibakeresésre is gondoltak a fejlesztők. Tehát be tudjuk kapcsolni, hogyha lassítva szeretnénk megnézni, hogy mi történik, tehát nem olyan gyorsan, hogy lefut. Most ezt nem kapcsolom a csirkéknél, és akkor, hogyha visszamegyek, még egyszer indítom a Minecraftunkhoz, és ezt kirakom teljes képernyőbe, hogy jól látszódjon. Akkor beírom azt, hogy csirke, és ha visszamegyek, akkor hát most egy kicsikét magasabbra helyről jönnek, de azért jön a csirkeső, tehát szépen alászállnak a csirkék, itt ránk potyognak, 100 darab csirkét jön lefelé. Tehát ilyen egyszerű utasítások, hogy tudjuk irányítani azt, hogy mi történjen. Tehát ha chat felületen valamilyen parancsot beírunk, amit mi határozunk meg, azra tudunk eseményeket kiváltani. A házépítés, ezt már elkészítettem, mert ez szintén megnéztem én is, hogy hogyan kell. Ugye hát itt több ciklust használunk föl, megadjuk a utasítást, hogy ház, és be fogunk kérni még két paramétert, a magasságát és a szélességet, hogy megadja a játékos. Majd utána van szintén egy, nem csak az ügy, van itt is az ügynök, hanem szintén ennek a felületnek is van egy építő, ugye segédmunkása, akit oda helyezünk adott pozícióba, és akkor annak megfelelően, ugye itt a for ciklustól, most a programozási részben nem akarok belemenni, de ez nullától kezdődik, és ugye azért megyünk 3-ig, vagy hát attól függően, hogy mekkora számot adunk, tehát egyre kevesebbig kell elmenni, mert a nulla is az már az első lefutás. És akkor itt, ahogy amilyen utat bejár az építőnk, azon az úton majd le fogunk helyezni elemeket. Tehát körbe megy az egyik irányba, majd magasságba, szélességbe megmássza a területet, és annak megfelelően megépíti a házat. Ezt lehet, hogy így mutatom meg, hogy elindítom a kódot, hogy akkor itt most visszajutottam, mert itt már látszik, hogy van pár ház, mert itt már nézegettem, meg gyakoroltam. Akkor mégis egy olyan területen legyek, ahol nincs itt semmi közelünkben, hogy jól látszódjon. És akkor chatfületen beírom, hogy ház, akkor jól hiszem,
Nem jó. Ékezet nélkül írtam, csodálkoztam is. Azt írom, ház. Na, azt mondja. Ja, nem adtam meg neki, mekkora házat szeretnék építeni. Építsen egy 5x5-ös házat, szóközökkel elválasztok kell megadni a paramétert, és akkor itt majd szépen elkezdi nekem építeni. Most egy kicsikét, ugye itt látszik, bekapcsoltam neki, hogy csiga lépcsővel menjen, tehát hogy lépésenként nézi a programot. Ugye most még itt jár, és akkor most már, ha visszakattintok, az első szintünk az 5x5-ös háznak el is készült, és akkor ez így szépen épül meg. Ez a kódrészlet, ez megtalálható a tutoriálok között. Tehát föl lehet használni, aki szeretné. Onnél lehet nyugodtan ötleteket lopni, én is onnél lopkodok. És akkor hát ki lehet egészíteni egyéni ötletekkel. És hát ugye itt akkor lát szépen, hogy épül a ház, sőt, itt ebbe a kódrészletbe még tetőt is rak rá. Megvan az talán az ötödik szintünk. És akkor most jön az, hogy kiszámolja akkor, hogy mekkora tetőt kell, ugye megnézi, hogy mekkora szélességű az épületünk, és annak megfelelően egyel szélesebb tetőt elkezd építeni majd fából. Minden jól megy. Igen, és akkor így ez szépen épül, sőt, végén majd el fog helyezni, itt ez a kódban be van írva, egy-egy ablakot a háznak az oldalaira is, egy bejáratot is fog elhelyezni. Tehát ajtót nem, mert nem lehet kiválasztani olyan elemet, hogy ajtót be tudjon rakni, viszont tehát üresen tudja a helyét hagyni. Ja, tehát itt ez a felület, ami elkészült, tehát automatán itt dolgozik nekünk a Code Connection-nek az ügynöke. És akkor a végén a kész a tető, akkor leputtyanok ide, akkor most pont láthatta, hogy odarakta az ablakot is, és akkor még bejárat is készült, tehát nagyon egyszerűen, ha felhasználjuk a kódot, mert azért van benne programozási rész, meg matek része is, hogy miért így történik, hogyan számoljuk ki hogy hány réteget kellene a tetőre ráhúzni, Amíg érkeznek a kérdések, addig kérdezzük. De ezekből a leírásokból, vagy itt segítségekből, arra példákból, emlékeztetek, hogy oktató én, videókból lehet meríteni bőven ötleteket. És hát azt mondom, hogy körülbelül én hogy ezt terveztem én azt a kicsit mára játszottam, hogy építkezni kellett, elmondani. mert éjszaka, hogyha leszállt A a nap, végén, tehát akkor jöttek zombi. És meg kellett én védeni ezzel őket. Ilyen zárnám. típusú misszió, Köszönöm akkor a vagy ilyen figyelmet, és típusú hogyha vannak akció kérdések, maradt akkor egyébként próbálok a Minecraft-ban, válaszolni. vagy Bár alakult nem ilyen mondom, nem vagyok építkezési nagy Minecraftos, épület, tehát építsük itt a világot. programozási rész fogott engemet meg. Igen? Aha.